Hello. See you, Carl. Team Sportaholic. Szálltad el, akkor nem vette fel? Biztos. Ja, Istenem, már másodszor vesszük fel ezt a videót. Már megint. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, újra sziasztok. Itt vagyunk a Team Sportaholic. Hát elég régen volt videó, meg az utóbbi időben ugye eléggé rendszertelenül, ezért mindenképpen el kellett már készíteni ezt a videót, úgyhogy már lógtunk vele nektek, és épp ezért összeírtunk egy csomó dolgot, amiről most kell beszélnünk, hogy ne felejtsünk el semmit. Igazából ebben el fogjuk mondani, hogy milyen terveink vannak, és mit akar ez az új Team Sportaholic csatorna, és hogy milyen lehetőségeitek lesznek ennek kapcsán. Új nevünk lett, és csináltunk is egy új bemutatkozó videót, egész nyáron, és ezt a jobb felső sorokba kattintva megtekinthetitek, és érdemes megnézni, mert szerintünk jól sikerült nagyon. Mint ahogy az Zohár is elmondta, már eléggé megújult a csatorna, illetve azt szeretnénk, hogy egy kicsikét fellendüljön, egy kicsikét komolyabbá váljon, és kicsikét több embert tudjon megmozgatni, és emiatt azt tervezzük elsősorban a közeljövőben, hogy kooperáció szerint több emberrel fogunk közös videót csinálni, akár a YouTube-on belül, akár olyan emberekkel, akik egyébként hatással vannak már nagyobb létszámú ember tömegre, és motivációt tudnak belőlük meríteni. Igazából szeretnénk azt kérni tőletek, hogyha mondjuk éppen nem vagytok az edzőterembe, vagy egy új rekordot állítottatok föl, esetleg valami finom, egészséges ebédet főztetek, és csináltok róla egy fotót, akkor mindenképpen hashtageljétek be a Team Sportaholicot, ezáltal mi is eljuthatunk több emberhez, és nyomon is követhetjük a sikereiteket igazából. És ezeket ugye időről időre valószínűleg is osztanák. Így van, valamilyen formában még erre is. Igazán sok dologgal kapcsolatban még ötletelünk, tehát kicsit még prototípus fázisba tart az új csatorna, de sok ötletünk van. Arra gondoltunk, lehetne a csatornák vagy mottója. Így van. Lehet akár egy beköszönés, vagy egy elköszönés, vagy csak egy ilyen mottó, amit gyakran hangoztatunk az edzések elején, vagy során, vagy ilyesmi. Úgyhogy ilyennel kapcsolatban is szívesen fogadjuk az ötleteket. Visszautalva arra, amit a Bálint mondott, hogy több emberrel szeretnénk közös videót csinálni. Ugye ezt igazából egy videósorozat keretein belül képzeltük el, ami heti rendszerességgel lenne. Megpróbálunk igazodni ahhoz, hogy akkor hetente vagy két hetente egy rész kijöjjön ebből. Egy ilyen kibeszélő show-t képzeljetek el, amiben igazából lesz olyan alkalom, amikor embereket is fogunk hívni, kérdezgetni fogunk tőlük, illetve ők is tanácsokat fognak nektek adni. Ennek a neve még igazából bizonytalan, mindig adott napra esen, mondjuk lehetne keddi kibeszélő, vagy lehetne angolul. Az a lényeg, hogy mindig adott napra esne, és ilyenkor egy nagyobb, vagy több kisebb témát járnánk körül. Olyanokat, amiket ti kértek tőlünk a komment szekcióban, vagy üzenetben, vagy hasonló, és mindig kiválasztanánk, ami tényleg érdekes, meg up to date, meg igazából jól lehet róla beszélni, és akkor ezeket vagy ketten, vagy valaki meghívnánk, és akkor megvitatjuk. És bocs, még valami, tetszik a lámpa? Ja, igen, tetszik a lámpa, ha tetszik, egyébként most el is nevezzük Gizmónak. Ez egy Gizmó. Nem mondjuk el kinek a tiszteletére. Nem, támogató és segítőkész számunkra. Önzetlen. És Gizmót ő testesíti meg. Így van, úgyhogy velünk lesz mindig Gizmó. Így van, köszönjük Gizmó. Köszi Gizmó. Van néhány régi sorozat is, amit beillene már fejeznünk, például van a tolóckodós challenge, a Brinkszeli, ahol sokan megdorgáltatok már a minket. Top 20 hasnak a második top 20 része. Szóval ezeket nem felejtettük el, csak hát nem volt még igazából ugye alkalom rá. Meg egyébként különlegesebben szerettük volna. Igen, ez is hozzátartozik. Igen, egyébként ez is az oka volt annak, hogy kicsit kevesebb videó volt, meg nem olyan rendszeresen, hogy szeretnénk a mennyiség helyett inkább a minőségre törekedni az elkövetkezendő időkben, mert úgy gondoljuk, hogy ez fontosabb. Ugye, ahogy az Index kép is sugallja, együtt fogtok tudni dolgozni velünk olyan módon, hogy igazából nagyon nagy erre az igény, ezért is gondoltuk, hogy ezt most megemlítjük, és egy külön videót is biztosan fogunk ennek szentelni.
Az a lényeg, hogy mind a ketten rendelkezésetekre állunk személyes edzéstervek és étrendek kidolgozásában. Privát üzenet formájában személyesen, vagy az oldalnak e-mail formájában, vagy Facebook üzenet formájában. Akármilyen formában, így, Instagramon, akárhol meg lehet minket keresni. Pontosan. Ha komoly legyen akkor a szándék. Igen. Ha ti akkor ezt bevállaljátok, akkor mi is bevállaljuk, megcsináljuk közösen, és igazából onnantól meg már a fejlődés a következő lépés. Természetesen tiszta vagyunk vele, hogy a szakmai kvalitások azért eltérőek kettőnknél, és ez alapján fogjuk megítélni nyilvánvalóan, hogy kihez kerüljen az adott feladat. Bár egyébként Zoár is teljes mértékben ért hozzá. Köszönöm úgyhogy... szépen. Viszont ugye azt is fontos kiemelni, hogy így, hogy most Bálint felköltözött Pestre, ő egy külön igazából lehetőséget is tud nyújtani a számotokra. Hogy ugye most én már a SciTech Goldban dolgozok recepciósként, egyrészt ott is engem megtaláltak, mint egy központi helyszín, de elég sokat leszek ott, valamint hamarosan fogok tudni edzősködésre is már foglalkozni, ez folyamatban van, úgyhogy ha gondoljátok, akkor kerestek meg ezzel, és megbeszéljük a dolgokat. Tervezünk egy kérdezfeleleket, hogy jobban meg tudjatok minket ismerni. Ezzel kapcsolatban is, meg amúgy az edzésterves lehetőséggel is, meg étrendes lehetőséggel egy külön videót fogunk igazából ezeknek szentelni szerintem. Igen. Ja, én még annyit akartam megkérdezni, mert ez is felmerült bennem, csak így ilyen utóiratként, csak így egy kérdés, hogy lenne-e igény esetleg baki videóra, mert ezen is gondolkoztunk, hogy összeállítsunk ilyeneket, viszont ahhoz is ugye nagyobb munka, meg több videót át kell nézni, ez még csak egy ilyen kis közvéleménykutatás szerű. Azt valószínűleg tudjátok, hogy ez mind a ketten költöztünk fel Pestre, és ezért voltunk elfoglaltak, meg ugye Bálint is most találta ezt a munkát, meg ugye albéletet kellett keresni, meg stb. Úgyhogy ez volt az oka. Már nagyon érett tényleg, hogy ez kijöjjön, mert már nagyon hiányoltatok már aki, és ezt köszönjük is, viszont... Igazából kaptunk egy csomó... Nem akarom kimondani olyan csúlyan szóval, hanem... Szponzort? Pénz állt a házhoz, ez a hát helyzet. Nem is nem, az, igen. Hanem hogy sokszor írtatok... Ja, hogy lebasztak ezeket. Hát lebasztatok, én nem akartam így mondani. Ja, igen, tehát lelettünk torkolva. Igen, hogy csináljunk már videót. Ja, nem? Igen, hogy hol vannak a videók. Sőt, amikor 2 órára ígértük a videót, 2 óra 3 perckor jött az Ask FM kérdés, hogy hol a videó. Igen. Ja, viszont mostantól megpróbálunk rendszeresen jelentkezni videókkal. Egy biztos, Gizmo itt lesz velünk. Az biztos, hogy Gizmo itt lesz. Így van. Gizmónak több szeme van, mint tojássárgája. Na hát ennyi lett volna ez a kis videó, amit megsúgunk, hogy 3-szor vettünk föl. És hát igen, azt szeretnénk kérni, hogyha bármilyen észrevételetek van, vagy bármilyen témához hozzászólnátok, ami elhangzott, akkor azt komment formájában hagyjátok lent a videó alatt. Hogyha tetszett nektek ez a videó, vagy tetszik Gizmo, akkor legyetek szívesek, nyomjatok egy lájkot a videóra, mert ezt szintén megköszönjük, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mi sülhet ki ebből az egész Team Sportaholic dologból, akkor tartsatok velünk, és iratkozzatok fel mindenképp. És hát akkor hamarosan jelentkezünk a következő videóval, most már rendszeresen, úgyhogy legyetek jók, sziasztok! Sziasztok!